Sziasztok, Skentzen vagyok, és folytatom a FIFA Ultimate Team sorozatomat. De mielőtt elkezdenénk, pár dolgot elmondanék. Úgy döntöttem, hogy mivel úgyis brutálisan jó csapata van egy mindig az összes ellenfélnek, ezért visszabukok a 10. osztályban. Nos, hát ez sikerült is. Lehet minden meccsimet szinte elvesztettem. És történt ez még egy furcsa dolog. Az egyik haverommal éppen fölvettem Origin-en, mint ismerősként. És bejött, és Skype voltunk meg minden, és és így fifázunk, és akkor így meglátja az üzletben, van két ingyenes csomagja. Mondom, jó van, megnézem én is, és nekem is van kettő ingyenes ritka arany csomagom. Mondom, hú, de nagyon jó. És hát ebből a csomagból sikerült egy igen brutális csapatot összehozni, ami eléggé furcsának tűn nekem, tehát így néz ki jelen pillanatban a csapatom. Nem, egyelőre elég jó, szerintem. Na, hát akkor most 10. osztályban vagyunk, nézzük is, hogy mit tudunk összehozni. 9 pont a feljutás és 12 a cím. Na és akkor nézzük is. Így most ilyen csapattal. Na, benne is van az ellenfél, jó van Barcelona címerrel, nagyon jó. Barcelona mezben. Hazai mez meg minden Barcelona, nem tűnik jónak. Persze, és ez van a 10. osztályban. Ez FIFA pontozik, szerintem biztos. Egyszer lesz kész ilyen csapatokat. 10. osztályban mondjuk, én ugye direkt buktam vissza. Na. Na és akkor nézzük. Hú, csúnya lag, csúnya. Na nézzük, The Beast, Sky Team és The Beast. Na nézzük. Ez brutál lag. És nem én laggolok, hanem a gyerek. Nem tudom, hogy ti érzékelitek-e, de én nagyon. Nincs bent középen senki, igen. Elég mélyről indulnak, de innen szép nyerni. Jó helyezkedés, résen volt a labdaszerző. Ne! Elveszítették a labdát a szélen. Palacio. Az jó, gyerünk, Palacio. Nem igaz. Az elsőt állította. Nem sikerült megtartaniuk. Az ilyen. Nagyon rossz átadás volt. Ilyen Sanchez van meg nekik, meg ilyenek. Stocs.
Őt nagyon bírom, nagyon jól támad. És jól játszik. Azért én nem fütök. Volkot. Oda mondom. Az igen! Dirát fordítottam balra ezt a... Ez a bedobás, hát ez... Az igen. Ne. Jó. Nem jó. De jó. Stocs. Ő nem az a figura, aki tágítana a kaputól. Újra és újra próbálkozni fog majd, ahogy szokta. De nem igaz. Az kapus jön. Jó. 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 Nem, les. Ezért befújja a lest, amikor hozzákerül. Jó van. Honnéd akár gól helyzetbe is kerülhet. Ez be is mehetne? Az igen, Chesney. Nyilvánvaló, ez lesz. Sziszokkó! Kivédi! Láthatunk egy szögletet már megint. Oh! Az, azt a szerencsét! Palacio. Palacio! 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 Ez a csatár nem is, és rálövi! Nem hiszem el. Jó, az hagyjad, hagyjad a szöglet, miért mész érte, Stocs? Mindegy. A várt beadás, Cleverly! Nem kapuronik, hanem a kapcsolat. Kicsit tanultam az időt fifázni, ami mennyi időt lebuktam a 10. osztályban. De mondjuk a jobb csapat az... Az segít is. Az igen. Azt hiszem ez jócskán elkerülte a kaput. Hát Pistikém, nehéz lenne azt mondani, hogy téved ebben az esetben legalábbis. De ezekben a csomagokban olyan rohadt jó cuccok voltak. Az igen, mert a Zakert így föllökték. Itt is van! Megvan jó. A védőnek. Nagyon nem volt a legjobb védekező, ez biztos. Az igen! Mandala. Szögletrúgás nem először. Nehéz szállt a helyes. Hát, ha egy kicsit határozottabb... De már megint ő jön. Akkor komoly gondot okozhatott volna a kapusnak. Nem a szögleten múlott, hanem sokkal inkább a lövés minőségén, hogy ebből nem lett gól. Dolgozik a védelem. Magában lepörgette már. És visszahúztam, pedig ez nem jó. Aj, nem kellett volna. Alexis Sanchez várja a nyesést. Az nem tudom, mire gondolt. Nem csak, hogy kivédte, meg is fogta. Úgy van, Stocsnak. Van valaki ott elő, jó, Palacio. Palacio. Ez az. Megtámadják. Ráteszi. Hát igen, Curtisnek nem olyan könnyű. A bátorság semmi ügyesség kellett. Labdát veszítenek az oldalvonal mellett, persze dicsérjük meg a szép szerelést is. A szélről adják be. Oké, nem tudom, hogy kell kiejteni. M Criterion, én mindig így ejtem ki. Ez az név, ez így furcsa nekem nagyon. Gól! Úgy van! Palacio! Szép volt. Szép passz volt. Gól! Ez az! Aj, ezeket imádom, akik ezt csinálják. Nem csinálja rosszul a gyerek. Nagyon nem, nehogy már így. Hú, ennyire látszik, hogy nem vagyok jó védő. Vagyis hát, hogy nem védekezek eléggé jól. De az nem baj.
egyelőre nem lőtt gólt. Azt nézi, hogy onnan el tudja majd lőni. Palacio. Cleverly Stocsnak. Az jó. Azaz! És les! Ne! Ne! Miranda! Jó! Micsoda zicser! Kapufa! Jó, szöglet. Szöglet, szöglet, szöglet. Szöglet, jó. Piti? Haj! Mangala! És mellé! Nem igaz! Részletezését figyelhetjük. Ejha! Megszerzi a labdát a védő pont jókor. Cleverly. Gazdát cserél a labda. Mertezekkel. Jól van, sarokkal. Így is van rúgt föl szegény Palacio. Mit át... NE! Ez zicser! Harmadi gyenge próbálkozik. Az mi... Az gyönyörű passz volt pedig. De legalább nem lőtte be. Húh. Na. Piti. Passzolj Stocsnak. Egy indi... Az jó. Valaki középen. Most. Úgy van! Palacio! Ez az! Ez én egyik kedvenc csatárom, pedig eddig nem is ismertem, és most így fűfában kezdjem. Na most mi van? Majd fél időben lecserélem Palacio. Kilépett! Király. 2-0. Egy ilyen csapat ellen. Így ezért már egy kicsit könnyebb. 3 pontunk van. Na. Nézzük is. Nézzünk még egy meccset. Cleverlynek lejárt a szerződése. Adok neki egy ilyet. Így. Oké. Okay. Na és akkor nézzük még egy meccset. Ezzel a menő csapattal. Na és akkor belépett a gyerek. Aha, ennek is ilyen csapata van, igen. Gyönyörű. Sanya, Gibbs, akiket ismerek. Ó, bakker. Neki is megvan Lennon, mint nekem. Jó csapat, jó csapat. És ez egész izé. Ajaj. Ez jobb, mint az előző. Első meccsüket megnyerték az idén, és már is, mintha magabiztosabban futnának ki a pályára. Hát ott Pisti, egy siker mekkora önbizalmat ad egy csapatnak. Na nézzük. Elszabta. És a kettő védőmnél... Itt is van! Micsoda zicser! Ne a kipattanó, menjél már Istenbe! Hülye gyerek! Úgy van. Jól kivitelezett akció volt, jól is lett a jutalma. Az első megmozdulása bravúrosra sikerült, de a kipattanó ellen... Futtasd ki az összes emberedet, úgy is van. Stocs, küld rá! Úgy van! Amennyien megvettem, brutálisan megjelent a Stocsot megvenni. Na jó, mondjuk ez nem igaz. Nézi, hogy onnan el
tudja majd lőni. Na, az gól. És rálövi. Itt van a vezető gól. Hú, mekkora gólöröm, azt a rohadt élet. Nagyon szép volt, ilyen csapattal. Százas összhanggal nekem is menne. De én FIFA pontozok ellentétben ezekkel. Szépen meg is fogja a kapus. És kihap, kikaptunk. Elhacsant a végső hármas sípszó, a végeredmény tehát 2-1. Aj. Na és akkor nézzünk még egy utolsó meccset is. Na. Hú. Na, nézzük is. Tigres. Ebből én nem nézem ki, hogy ez ilyen FIFA pontozó, de... De né, most terül ki. Hát... Picit, csak egy picit az. De ez ellen legalább van esélyem. De az összhangja még így is jobb. És van egy jó csatára. Mert ugye a FIFA pontból lehet venni ezeket a csomagokat, amiket hogyha kinyitsz, akkor ugye azokból jó játékosokat kaphatsz, meg ilyen címereket, meg ilyen cuckombókat. Ezt jól megmondtam. Na Piti, valaki ott bánk. Nem sikerült megtartaniuk. Gól. Ne! Nem sikerült megállítani a támadást. Stocs be, alász jó fej, gól! Ez az. Ez az, szép volt. Nagyon szép volt. Mindkét csapat szurkoló tábora. Valóban ilyen fejelés nem minden nap látni, gyönyörű jelenet volt. Na most mi van? Nézd, milyen szépen helyezkedik és milyen ügyesen ugrik föl, megérdemli a gólt. A játékos sikeresen lerázta az őrzőjét. Szépen szerez labdát, jó ér. Gólhelyzet. Na nem már. Az igen, át a szöglet zászlom. Ajaj, de hogy nem bírta el ennyi védőm elvenni tőle? Jó van. Na jó van, persze. Menjél az anyádba, hülye gyerek! Hülye csicska. Hülye kis buzi gyerek. Ennyit ezt a csíra. Hát, Stocs, gratulálok, ez gyönyörű volt. Úgy van, és dur. Gyönyörű. Gyönyörű. Káprázatos futball, most ők egyenlítenek. Az állás megint döntetlen. Mi lesz itt még, te jó ég? Jól játszik viszont ez a gyerek. Kéne Palaszi helyett viszont következő fél időben be kéne hozni valakit. És
kéne vegyek ellenléti kártyákat. Folyik a harc tovább a labdáért. Stocs. Azt a rohadt, pedig ez szép volt. Lehet, hogy kapura lövi majd. Fokozódik az izgalom, jön a beadás. Most mi van? Les? Les, az. Oké. Nyert vége van, szerintem kirúgja a kapus és lefújja. Mondtam én, pedig az jó lett volna Stocsnak. Ez ugye semmi nem volt, adlökött az emberbe. Na menjél már innen, hogy rohadjál meg Voronin. Igen, persze, jó az egód is. És pontos lövéssel. Úgy van. Hülye kis buzi! Gondozdag mérkőzésen a végeredmény 3-2. Na jó van, persze. Hülye kis csíra gyerek. Nyomorék, csak úgy tudott gólt lőni, hogy kipattant az összes. Hülye kis buzi gyerek. Tuti kis 9 ez a nyomorék. Akkor veszek-e valami embert is? Igen, persze. Na és akkor én azt mondom, hogy én azt a játékos fogom megvenni, aki nekem az egyik kedvenc játékosom, és ő nem más, mint Blasznyikovszki. Ő tényleg egy olyan játékos, aki szerintem az egyik leggyorsabb és brutálisan jó játékos is. Valami olcsó. 3100. Motor, 3500. Itt volt valahol. Itt. Jelenlegi ajánlat 3100. 3200 akkor. Tessék. Tehát én ezt a játékost tényleg nagyon imádom. Ugye, nem tudom, hogy néztétek-e a Skyrim-en, hogy ez Zsolt második meccset, mert hogy abban benne volt a Dortmund versus Real Madrid, és ugye a Blasznyikovszki a Dortmund játékosa. És ő nekem nagyon kell. Egyik kedvenc emberem. És hát egyik kedvenc focistám, nem átul licitálták. Ez már lejárt. Akkor egy is 3400. Már úgy sincs ennél olcsóbb, de mondjuk jó lett volna ennyire megszerezni. Ez lett volna jó, de ez lejárt. Egyre kevesebb zsetonom van. És megvették ennyiért. 38000-ért megvették. Blasznyikovszki túl licitálva, igen. Jó, ezt innen eltüntetjük. És akkor megyünk megint megszerezzük. Oké. Okay. 3500 az elég olcsó, nem már. Ajaj. Van itt még. 3200 azonnali jár. Szerintem én ezt megvegyem 3500-ért. Nem tudom. Eléggé drága. Hm.
Ajaj. Ezt kéne azonnali ár, de hát ennek pont nincsen. 3000, itt van még olyan, ami olcsóbb. 3400 és művész, és azonnali ár ennyi. Én ezt megveszem. Azonnali árban. Hozzárendeljük most a klubhoz valaki helyett. Átirányítás aktív keretbe. Jó, mondjuk. Moghouse helyett. És őt meg eladjuk. Oké. Keretek, és Lennont lecseréljük. Blasznyakovszkira. És ráadásul ő még művész is. Jó van. És Lennont mondjuk Henrik helyett betesszük ide. Oké. És szerintem én veszek még egy keretedzéskártyát. Jó, túlicitálták Blasznyakovszkit, jó, nem érdekel. Már úgyis megvan. Fogyóeszközök, erőnlét és arany. Na igen, ez csak egy játékos, szóval viszont nekem egy ilyen keretedzés kéne 750-ért. 701 jelenlegi ajánlat, 750-et ráteszünk. Igen. Mert az egész keretnek ad 30-at, és az nagyon jó. És megvette valaki annyira, mennyi kellett. Izé. Haj. Nem igaz. Most tüntessem. El kell tüntessem minden, igen. Jó van. Keressél akkor. Hát ez nem igaz. Jaj, kéne valami 750-ér. És ilyen keretedzés persze. Az igen! 200 ér egy ilyen! Az igen! Hát szépen elteszek többet, nehogy azt így a gyerek. Kell van izém zsatonom még. Háromszázér egy ilyen keretedzés, az igen! Most hát induló ár 150. És eddig az enyém. És túllicitáltan, jól van, gratulálok. Én is nyomok egy ilyet rá. Én nekem még van. ...450 már, nem igaz. Van itt valahol egy olyan olcsóbb. Na, menjünk akkor vissza gyorsan. Az melyik volt az a izé? Ami nekem kell? Ilyet. A másikat úgy tűnik elvesztettük. Igen, gyógyítást ezt túllicitálták, igen. Neked túllicitálták, de jó.
Jó. Jó, van 555 már. Na, úgy tűnik nem nagyon tesz rá. Szerintem azért tett rá 550-et, hogy megfélemlítsen, hogy neki ennyi van. Na. Ez az! Megvan. Király. Ez az. Nagyon jó. Ez sirály. Ő meg is van szépen. És én alkalmazom is. Ugye eléggé lassú a keretem. És hát nem lassú, hanem... Oha, viszont nem is annyira... Egyet, csak a Piti van kifáradva, a Volkot és a Palacio. Ezt inkább eltartalékolom későbbre, és 150-ből megpróbálok... Júj. Oké. Biztosan a klubba körül, igen, oda küldjük a klubba. Oké. És most ebből a 150-ből kéne keresni valami... Bármi. Persze nincsen 150, ez biztos hülyeség, mert úgy is van. De ilyen kell igazából, igen. Itt találunk a 150-et, oké. És akkor ezt majd rányomjuk mondjuk Palacióra, hogy ő tudjon sprintelni. És hogyha nagyon ki lesz fáradva az egész csapatom, akkor ezt a keretedzést tudom majd használni. Kettő, egy, és ez nem is kell nagyon az embereknek, tehát ez megvan. Király. Kemény 6 zsetonom van. Király, mondhatom. Fel is fogjuk használni Palacióra, mert ő nagyon lassú. És hát nem lassú, hanem fáradt. Ugye, 51-es. Ezért, így 99, király. Na hát akkor ennyi lett volna ez az Ultimate Team videó. Ugye már újra a 10. osztály, viszont hát jobb csapattal, ugye ezek a csomagok miatt. Ilyen most a csapatom. Na hát remélem tetszeni fog a videó. Ugye ez volt a 3. rész, és innentől kezdve nagy valószínűséggel folyamatosan előrébb fog menni, mert ezt most azért csináltam, hogy a sok teljes aranycsapatos ne tudjon legyőzni. És akkor jöttek ezek a csomagok, hát, és akkor így ilyen csapatom lett. Na, tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!